Maite Peroni, Molnár Ilona. William Lévi, Posta Viktor. További magyar hangok. Szórádi Erika, Andrész Kati, Kisfalvi Krisztina, Orosz István, Círják Csilla, Bókai Mária, Kajtár Róbert, Makranci Zalán, Rancsó Dezső, Rátonyi Hajni, Zöld Csaba, Madarász Éva, Herman Lilla, Halász Aranka, Seres Dániel, Talmács Márta, Kerekes Andrea, Renát Zoltán, Kelemen Kata. Árva angyal. Nyugalom, fiam! Nem te vagy az első, sem az utolsó. Nagyon csinos a ruhád. Még soha nem láttalak így szépnek. Köszönöm, Omar. De ezt minek vegyem, bóknak vagy reklamációnak? Na jó, kicsit mindkettő. Egyszerűen nem tudom levenni rólad a szemem. De azt tényleg féltékenyé tesz, hogy ez a gyönyörűség nem kizárólag az enyém. Hogy a többiek is megcsodálhatnak téged. Jaj, Jézus, téged meg ez a féltékenység. Hát ezt le se tagadhatnám. Igen. Nem egy olyan. Ó, már itt is van a mennyasszony. Jól van, akkor azonnal hozhatod is a Szentírást, fiam. Gratulálok! Pári Csúly! Tedd boldoggá, úgy lesz. Mári Csúly! Mi a baj? Hol a kis testvérem? Ő otthon maradt. Jaj, de miért nem hoztad őt magaddal? Mert ő még nagyon sokat sír, és itt rendesen kell viselkedni. De most már ott a helyed a többi kisgyerekkel, majd később beszélgetünk, jól van? Jó. Na gyerünk, futás, gyorsan! Térdeljetek rá! Szent Lecke Tóbiás könyvéből. Esküvőjük estéjén Tóbiás így szólt Sárához: imádkozzunk együtt és könyörögjünk Urunkhoz, hogy elnyerjük kegyelmét és segítségét, hogy együtt öregedhessünk meg. Sára ekkor felkelt, és Tóbiással együtt elkezdett imádkozni az Úrhoz, könyörögtek hozzá. Emlékszel? Ugyanitt volt. Csak épp te térdeltél az oltár előtt mennyasszonyi ruhában. És én ott remegtem melletted a szerelemtől és a meghatottságtól. A kezed szorosan fogta az enyémet. Amennyire féltél, úgy szerettél is. És én megígértem, hogy nem érek hozzád. De akkor este azt kérted, hogy maradjak. Az enyém lettél, Mári Csúly. Abban a hotelben, ott a tenger mellett, ott a tengerparton. Behunytad a szemed, amikor a szánk először egymáshoz ért. És én a füledbe suttogtam. Ezt te sem felejthetted el, szerelmem. Emlékszel, mert ezt lehetetlen elfelejteni. Emlékszel ugyanúgy, ahogy én. Biztos vagyok benne.
Megalkotta Ádámot a föld porából, és Évát adta mellé segítőtársául. És most, uram, te már tudod, a lelkemnek végig téged bámul, és ezt nem engedheted. Könyörgök hozzád, uram, láss a lelkembe, kérlek, add meg nekem, hogy családot alapíthassak. Omar! Omárt mondtam. Eszembe jutott, de én még eszméletlen voltam, amikor azt kértem, hogy mentsen meg. Nem, nem én voltam, hanem Ivett. Ő Ivett. Ő irányította a gondolataimat. Ja, Istenem! Ne, ne! Hívd a doktor urat, Guadalupe. Légy szíves, hívd doktor Juan Miguelt. Azért gyűltünk itt össze, testvéreim, hogy a kegyelmes úr az Isten egyháza előtt és e megjelent keresztény közösség előtt megpecsételje ezt a szerelmet, ami köztetek lángra gyúlt. Szerelmeteket bőségben kísérje Krisztus áldása, új szentségben egyesüljetek ti, akik előzőleg megkeresztelkedtetek, és így Frigyetek megszenteltetett. Éljetek bőségben, és adjon erőt, nem ahogy szeretnétek az életben. Nem engedhetem, hogy Juan Miguel tovább bámuljon. Omar, légy szíves. Provokálni akar. Elég, Omar. Miért téged nem bánt, hogy így bámul téged? Figyelj, az a helyzet, hogy szeretném látni, ahogy Rossiót és Vicentét a jóisten összeköti. És nem szeretnék előbb elmenni innen. Azért gyűltünk itt össze, testvéreim, hogy a kegyelmes úr az Isten egyháza előtt és e megjelent keresztény közösség előtt. Milyen gyönyörű vagy, szerelmem. Jaj, bárcsak az az este lehetne, mint akkor. Nagyon régen volt. Rég volt, és most egy másik férfi áll az oldaladon. Szeretnélek elrabolni téged mellőle. Elvinnélek messzire, hogy újra élhessük a régen eltöltött boldog órákat. Azok az édes pillanatok. Az az őrült érzés. Amit soha, de soha többé nem fogok senki más oldalán érezni. A feleségem vagy, a feleségem, a feleségem, a feleségem! Nem találja? Igen, persze, most már Rossio esküvője. Legyen szíves, amint megérkezik, mondja meg neki, hogy hívjon fel. Nem, talán jobb, ha én hívom. Én majd hívom egy kicsit később. Beszélnem kell Juan Miguellel, és nagyon sürgős. Istenem, remélem hamar megtalálják Juan Miguelt. Hogy érjen haza, és hogy Ivett ne jöjjön, hogy azelőtt ne jöjjön elő, mielőtt megtalálják Juan Miguelt. És én ezennel most az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében kinyilvánítom, hogy férj és feleség vagytok. Vicente, megcsókolhatod a mennyasszony. Köszönöm szépen!
Hadd kívánjuk sok boldogságot. Köszönöm. Legyetek nagyon boldogok. Nagyon köszönöm. Hát ez csodálatos. Ó, drágám. Gyere, édesanyám, hadd dölejjelek. Most már hívhatlak lányomnak, igaz? Én pedig hívhatlak apukádnak. Sok boldogságot. Örökkön örökké. Köszönet a fiáért. Rosszul édesem. Ó, Nélén, nagyon boldog. Szívemből kívánom. Ó, Nélia, köszönök szépen mindent. Tudom jól, hogy mi ketten nem jöttünk ki valami jól mostanáig, de én a legjobbakat kívánom. Édes fiata! Remélem, azt tudjátok, hogy hamar nagyszülőkké teszünk benneteket, úgyhogy jobb, ha felkészültek. Oh, szeretettel várjuk az összes unokát. Bizony, édesem. Nagybácsim! Szívből kívánok neked minden jót az életben, és hogy minden álmod valóra váljon, drága unokahúgom. Nagyon köszönöm, kedves nagybátyám.